tiszta vizet a mocsárba. Egy lépés a klímaválság kezelésére. Bátya. Helyszínünk Bátya. A község a Duna mentén Bács-Kiskun megyében helyezkedik el. Területén természetes eredetű mélyedések találhatók, amelyeket feltehetően évszázadokkal ezelőtt kezdtek agyag és homok kitermelésére használni. Ezek az elhagyott gödrök, amelyeket a polgármester gyerekkori emlékeiben még téli korcsolyázások helyszíneként őriz, az elmúlt években leginkább illegális hulladéklerakóként működtek. Mindeközben a település az aszállyal küzd, amit az éghajlatváltozás egyre csak fokoz, és hogy hogyan függ ez össze az elhagyott gödrökkel? Bátya községnek az utóbbi években nagyon észlelhető problémája az elaszályosodás. A területünkön éves átlagban lehullott csapadék mennyisége 550 mm körül van, ugyanakkor az évi kipárolgást a szakemberek 850 mm-re becsülik. Ez a mínusz 300 mm, ez ugye elég jelentős az évi csapadék mennyiséghez képest. Szeretnénk mi ezt a csapadékvizet, ami Bátyaközség területén lehullik, ebbe a tározóba összegyűjteni. Mi azt valljuk, hogy amit a Jóisten nekünk adott ide csapadékot, azt őrizzük is meg, és tartsuk itt helyben. Olyan megoldásokat kerestünk, ami nem csak egy mérnöki pontossággal megtervezett víztározó lenne, hanem egy komplex élőhelyet biztosítana ennek a növény- és állatvilágnak. A megváltozott körülményekhez alkalmazkodnunk kell. Ezért elindult egy projekt, ami segíti az éghajlatváltozás hatásainak leginkább kitett magyarországi kistelepüléseket, a klímaváltozásra való felkészülésben, és egyben utat mutat a szélsőségeket kiegyenlítő, vízmegőrző vízgazdálkodás irányába. A projektben alkalmazott, úgynevezett természetre alapozott vízmegtartó megoldások területeket adnak vissza a víznek, ezzel elősegítik a vízbázisok, a talaj és a vizes élőhelyek víztározó szerepének helyreállítását. Javítják a lakosság életfeltételeit, segítik a károk elkerülését és élőhelyet teremtenek. Mindez az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet is javítja, ami nagyon fontos, hiszen a ma tapasztalt hatásokkal és azok fokozódásával már mindenképpen számolnunk kell. Bátyán a kiválasztott kubik gödör vizes élőhelyként született újjá. Ehhez kotrásra is szükség volt, amit lankás és lépcsőzetes rézsű kialakítása és fásítás követett. Szabálytalan, több medencéből álló rendszer jött létre, biztosítva, hogy állandó nyílt vízfelület és sekélyebb nedves élőhely is kialakuljon. A vízellátást a lakott területen lehulló esővíz bevezetése biztosítja. Olyan vízfelületet hoztunk itt létre, és ezt majd még bővíteni is szeretnénk, ami nagyon jó csillapító hatással van a nagy hőmérséklet különbségekre. A projekt segíthet abban, hogy növeli a páratartalmat, amely a légköri aszályt csökkenti. A légköri aszály egy olyan jelenség, amely a növényekben akkor lép fel, hogyha nagyon alacsony a páratartalom. Környezetvédelmi szempont még az is, hogy egy vizes élőhely lett létrehozva a maga növény- és állatvilágával. Tehát a többi részben pedig rekreációs célú is maga a terület. Szeretnénk mérni azt, hogy a vízháztartásra van-e valamilyen hatása ezeknek a kis tavaknak, kis
vizes élőhelyeknek, tehát mondjuk a talajvízben ki lehet-e mutatni, hogy egy picit magasabban van a közelében, mint távolabb, vagy mondjuk a mikroklímában ki lehet-e mutatni valamilyen változást, hogy itt hűvösebb, nedvesebb a tóparton, mint egy kicsit távolabb. Tehát ilyen kis léptékű változásokat, ha sikerülne kimérni, akkor az egy jó érv lenne. Mind a mellett már ez önmagában jó érv, hogyha látja az ember, hogy hogy használják a helyiek ezeket a helyszíneket, tehát azt hiszem, hogy ennél több nem nagyon kell. Habár a munkahatása hosszú távon lesz igazán érezhető, az eddigi tapasztalatok alapján eredményesnek tűnnek a problémákra alkalmazott kísérleti megoldások. Azt várom ettől, hogy az emberek tudjanak együtt élni a természettel, hogy itt érezzék jó magukat, ne a számítógép vagy a laptop előtt. Amire leginkább büszké vagyok, hogy nekem itt zajlott le a fiatalabb koromnak jelentős része, és tudtam olyasmit tenni a településért, amit ha nem is eredeti állapotába, de egy nagyon szép állapotba helyre tudtunk állítani. Készült a Life MiCac projekt keretében. A projekt az Európai Unió Life programjának, valamint a Belügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.